Császár Györgyel, a Hercegszántói mezőgazdasági ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgettünk egy új Syngenta repcehibridről, a Blue Starról. Három fő tevékenységünk van: állattenyésztés, növénytermesztés, 2000 hektár körül bérelünk, és durván olyan 900 000 hektárt integrálunk. És a harmadik fő tevékenységünk pedig a mezőgazdasági szolgáltatás. A repcetermesztés az kb. 10 éve nyúlik vissza. Hát a repce az a növény, aminek a termesztése gyakorlatilag az egyik legjövedelmezőbb növény. Az utolsó 4-5 évben tanultuk meg igazán a repcét, mert korábban hagyományosan örült mindenki, hogy 3 tonnát elér, és akkor az volt a csúcs. Most már, ha valakinek 4 tonnás repcéje van, akik profik, azok már panaszkodnak, hogy gyenge termés van. Mi mindig 400 hektár körül termelünk, és általában 2-3 fajtát vagy hibridet, de minden évben, ha repcét termesztünk, akkor van, tehát kérünk is a fajta tulajdonosoktól fajta kísérletet, vagy fajta sorokat. Idén is van közel 20 hektár, és majdnem 50 hibridés fajta van benne, és mindig azért csináljuk, hogy mi ki tudjuk választani a helyben a legjobban termő hibridet vagy fajtát. Blue Star, ez gyakorlatilag olyan, hogy megjelent az égbolton a kék csillag, és elvetettük külemre, úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a legjobbak között szerepel. Az ígéretes Blue Star repce tábla a terepszemle alkalmával nagyon szép, egységes képet mutatott. Szemre úgy néz ki, illetve az egész termesztés technológia során, hogy a csúcson fog végezni. De vajon milyen termesztés technológia mellett sikerült elérni ezt az eredményt? Korábban szeptember 10 körül kezdtünk repcét vetni, 5-10, most már augusztus 20-a után elkezdünk repcét vetni. Regulátor, tehát ezek olyan vegyszerek használata, amelyek a télállóságot és a fagyállóságot, illetve hát az elágazást stimulálják. Sok nitrogént kap szegényke, több dózisban. Tavasszal biztos, hogy kell a barkók ellen védekezni, tehát kétszer védekezünk különböző rovarkártelők ellen, úgyhogy csoportosan mondom. És virágzáskor mi újból egy gombaölőt adunk a repcénknek, és újból egy rovarölőt, ami még kímélő. Megtörtént a betakarítás, learadtuk az összes hibridet és fajtát. Az elsők között szerepelt a Blue Star, 5,2 tonnás termést arattunk le, durván 15 hektáros átlagában. Úgy néz ki, hogy a Blue Star az a versenyképes hibrid lesz. Idén 100 hektárt meghaladó területen fogjuk vetni. Versenyképes a termés átlagában, és semmi más különleges igénye nincsen.